Marián Sárec szlovén kormányfőt fogadta Budapesten a Karmelita Kolostorban Orbán Viktor, szóba került a bevándorlás kérdése is. Az utóbbi hónapokban ugyanis megint jelentősen megnőtt a nyomás a szlovén-horvát határon, olyannyira, hogy a kerítést is meghosszabbítja és megerősíti a ljubljanai kormány. Orbán Viktor azt mondta, nagy szimpátiával figyeli Magyarország a szlovén határvédelmi erőfeszítéseket. Megállapodtak abban, hogy a két ország közösen segít Afrikában. Így nézett ki a horvát-szlovén határ 3 éve. Már 2016-ban szöges drótot és kerítést húztak a horvát-szlovén határszakaszra, hogy megállítsák az illegális bevándorlókat. Idén augusztusban pedig tovább folytatták a kerítésépítést, így már összesen 219 kilométer hosszanban határzár Horvátország és Szlovénia között. Szlovéniával sorsközösségben vagyunk. Magyarország és Szlovénia is pontosan tudja, mit jelent a migráció. Erről Orbán Viktor beszélt, miután tárgyalt Marián Sárez szlovén kormányfővel. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, idézem, tudjuk, mi az, amikor tömegesen akarnak belépni az ország területére engedély nélkül. És tudjuk, milyen az, amikor nem hozzánk jönnek, csak át akarnak rajtunk menni. A kormányfő azt mondta, jelenleg is 96 ezer migráns van a balkáni útvonalon, és mivel Szlovénia és Magyarország is érintett, ezért folyamatos az együttműködés. Nekünk van egy hátországunk a V4-ekkel, akikkel meg vagyunk állapodva, hogy amennyiben nagyobb tömegű migráns érkezik, akkor a csehek, a lengyelek és a szlovákok haladéktalanul határőrettségeket küldenek Magyarország és Szerbia határára, hogy segítsenek nekünk megvédeni a magyar határt. Szlovéniával is készen állunk egyébként a lehető legkonkrétabb és legmélyebb együttműködése, hogyha a Szlovénia érdekét szolgálja. Nagy szimpátiával és együttérzéssel figyeljük a szlovén határvédelmi erőfeszítéseket is. Marián Sárez szlovén miniszterelnök szerint párbeszédet kell folytatni Törökországgal, de mint mondta, több lehetséges forgatókönyvre is felkészültek. Amennyiben előre nem látható események történnének, ha nagyobb migrációs hullám érkezne, meg kell erősíteni az Észak-Macedónia és Görögország közötti határt. Jelenleg nincs ott sok ember, de készek vagyunk ezeket a kapacitásokat növelni, és az Európai Uniónak is figyelembe kellene venni, hogy Észak-Macedónia milyen nagy munkát végzett a határvédelem területén, mondta a szlovén kormányfő. A két miniszterelnök egyetértett abban, hogy a bevándorlást ott kell megoldani, ahonnan a migránsok elindulnak, ott kell olyan körülményeket teremteni, hogy ne induljanak el. Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország és Szlovénia közösen szállít majd gyógyászati segédeszközöket Afrikába.